Nap mint nap sokféle gond, sokféle változás, sokféle nehézség éri az embert, de talán mindig, ahogy sikerült is, mindig úrrá tudott lenni mindenki a saját gondjain, és remélem, hogy a jövőben is így lesz. És biztos az, hogy talán ezek a nehézségek, ha adódnak, ezek pont arra adnak egyfajta rálátást, hogy vajon azoknak, akik akár Kárpátalján élnek, akik talán kevesen ismernek, vagy ritkán jártak ott, de talán el tudják képzelni, hogy abban a szorvány településeken, azokon a szerényebb élet lehetőséget biztosító területeken vajon milyen is lehet. És azt hiszem, hogy mindenkinek, a lelkének is ad egy kicsit az adakozás. Az a fajta tudat, hogy valakinek segíteni tudok. Ha valamit adunk, vagy valami jót teszünk, azt az Isten megszolgálja. Úgyhogy vagy jót igyekszünk, még ha nem is sikerül, de az igyekezet bennünk van, az már dicséretes. Én úgy hiszem, hogy azoknak is, akiknek jobb dolguk van és jobb lehetőségeik vannak, bizony így hasznosabb az életük. És az a munka, amit ebbe belefektettek, annak is komolyabb értelme is lesz, hogy azoknak az embereknek, akik akár Kárpátalján nehezebb, egyszerűbb, segítségre szorulóbb életet élnek, hát bizony kapjanak néhány szép ajándékot, vagy egy jó ételt, vagy egy jó könyvet, vagy egyáltalán egy olyan fajta támogatást, hogy tudják, hogy a hazából, a hazájukból, Magyarországhoz, a magyarsághoz tartoznak, és ez lelki erőt is adhat, és hiszem, hogy erre nagy szükség van. Nem csak ott, itthon is jó, ha tudunk arról, hogy magyarok vagyunk, és hogy számíthatunk egymásra.